Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alakuló ülésünkön, és szeretném átadni a szót először Dudás Gábornének. Szeretném megkérni a jelenlevőket, hogy esetleg engedjék, hogy ővel olvassam fel az ismertetőt, és akkor majd az esküt meg természetesen állva. Magam, illetve a helyi választási bizottság nevében tisztelettel köszöntöm Beremen Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete alakuló ülésén valamennyi résztvevőjét. Elmúlt 5 év, ezért az ország, szűkebb környezetünk, Beremen lakossága, polgármestert, illetve képviselőket, valamint a megyei közgyűlés tagjait választotta meg 2019. október 13-án. Ezt megelőzően megalakult a helyi választási bizottság, és több alkalommal ülésezett. A jelölteket állítani 2019. szeptember 9-ig lehetett, ezzel a lehetőséggel 22 fő képviselőjelölt és 3 fő polgármester jelölt élt. A szavazás napjára a szavazás technikai és személyi feltételei biztosítottak voltak, így a szavazásnak akadálya nem volt. Észrevétel a szavazatszámláló bizottságok munkájával kapcsolatban nem történt. Megállapítom, hogy a választás törvényesen zajlott. Ezek után ismertetem a választás eredményét. Beremen névjegyzékében lévő választópolgárok száma 2065 fő, melyből szavazóként 1261 fő jelent meg, azaz 61,7%. Az urnában lévő polgármesteri szavazólapok közül 1250 érvényes, 11 érvénytelen volt. A 3 jelölt közül a legtöbbet, 578 szavazatot Thaisz Ferenc kapta, ami 46,24%-ot jelent, így a személye lett a polgármester. Bögék Lajos polgármester jelölt 364 szavazatot kapott, ez 29,12%-ot jelent. Orsokics István polgármester jelölt 308 szavazatot kapott, ez 24,64%-ot jelent. Képviselőkre szintén 1261 fő szavazott, az urnában lévő képviselői szavazólapok közül az érvényes szavazatok száma 1242, érvénytelen 19 volt. A megválasztott 6 képviselő és az általuk kapott érvényes szavazatok száma a szavazatok száma szerinti sorrendben a következő. Monostorini Mellár Orsolya 682 szavazat, Böbék Lajos 572 szavazat, Apró László 483 szavazat, Ferencsik Árpád 449 szavazat, Gősi László 430 szavazat, Kondor Zsolt 419 szavazat. Megjegyezni kívánom, hogy a horvát nemzetiségi névjegyzékben vett választópolgárok ismételten megválasztották a horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai. A horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai Kalmár Istvánné, Kölcényi Sztévics Judit Anna és Orsokics István. Gratulálok és eredményes munkát kívánok a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Kérem a képviselőtek, vegyék át megbízó levelüket. Apró László, gratulálok. Köszönöm. Bögék Lajos. Ferencsik Árpád. Köszönöm szépen. Gősi László. Gratulálok. Kondor Zsolt. Gratulálok. Monostorini Mellár Orsolya. Köszönöm.
akkor mehetünk tovább, akkor jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék, hogy választunk. Javaslom Kondor Zsoltot és Gőzsi Lászlót, aki elfogja az kérenkészáltatásra szavazzon egyhangú. A napirendi pontok kimentek, aki elfogja az kérenkészáltatásra szavazzon egyhangú. Köszönöm. Akkor az első napirendi pont a képviselők eskütétele. Tudás Gáborné? Kérem, álljunk fel. Kérem a teremben lévőket, legyenek szívesek megtisztelni az eskütételt azon, hogy korának. Köszönöm. Az én után kérem, mindenki mondja a saját nevét, és a végén meggyőződéssel, hite szerint lehet mondani, Isten engem úgy segéljen. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. A berement fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten segítsen. Köszönöm szépen. Én Tájsz Ferenc. Becsületemben. Ez így hirtelen jött. Igen. Köszönöm. Én Tájsz Ferenc. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségből eredő feladataimat. A berement fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíts. Na, a harmadik, akkor... Itt szeretném most megköszönni, mint a Választási Bizottság elnöki asszonyának és tagjainak, és az SSZB-nek és minden bizottságnak, akik részt vett a választáson, hogy ilyen taktásan kérdésen sikerült ezt lebonyolítanunk. Még egyszer köszönöm a munkáikat, és várom továbbra is őket, hogy segítsenek. Köszönöm. Következő napirendi pont, alpolgármester megválasztása, titkos szavazással, ideiglenes szavazószámoló bizottság létrehozása, alpolgármester eskütétele. Nem tudom, hogy... Zártülésben kell lebonyolni. Igen, de én szerintem van, ha van rá igény, akkor igen. Nem tudom, a testület nyíltan szeretnék tárgyalni. Én talán már nyíltan, hogy ha valaki zártan, akkor lehet tárgyalni. Aki zártan szeretné, azt kérem közszertatásra szavazzon. Aki nyíltan, egy elbőtt, akkor elbőtt, jó. Alakítsuk meg a szavazatszámoló bizottság tagjait, tehát kell egy háromtagú bizottság az esetben, egy elnökkel és két taggal, akik az elnök fogja majd a szavazatokat ismertetni a kamerának is a testőt. Akkor is kell egy bizottság elője, hogy ebben az esetben különjezik. Akkor három tagú? Igen. De ők is szavaznak, ugye? Persze, szavaznak. Akkor a jobboldali hármas sor. Gyösi úr, elvállalnád a bizottsági elnök feladatát? Igen. Köszönöm. Na. Akkor két tag és az elnök a polgármesteri választás bizottsága. Kérem a tagot. Nem? Igen. De akkor is kérem a tagot.
ráindít a nevet. Kérem szépen. Jó. Akkor javaslom. Nem most tudom. Jó? Akkor. Rendben. El kell mondanom, hogy a polgármester úr joga, hogy jelöljön bárkit is erre a feladatra, a testületnek viszont joga, hogy megszavazza. Minősített többség kell a szavazathoz. A szavazatot érvényesen úgy lehet elvégezni, hogy a körben egymás metsző vonalakkal szavaznak a tisztelt jelenlévők. Tehát nem bekarikázni, kipipálni, hanem egymás metsző kereszt vagy X. Nos. Igen. Ja, köszönöm ezt. Hát ez az információ nem jutott el hozzám eddig. Akkor én tisztelettel az elnök úrnak átadnám a szavazószelvényeket, hogy legyen szíves kiosztani. Jó, nem baj. Kérem, hogy a tisztelt képviselőtestület sok polgármester úr szavaz. Az összehajtott szelvényeket kérem az bizottság egyik tagja gyűjtse össze, és akkor az elnök úr ismertesse a szavazás eredményét. Tehát a szavazás eredménye most pedig én elvárosolja. Igen. 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 Egyhangú. Igen. Jelzőköszönre, tehát egyhangú szavazással a alpolgármesteri tisztségre megválasztásra került Monostorinő Mellár Orsolya. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És most eljött az a pillanat, hogy ön is, mint alpolgármester, illetve te is leteheted az esküt. Igen? Igen, akkor veszem el az esküt. Kérem, gyerek szívesen! Jó. Én Monostorinő Mellár Orsolya. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből fogadom eredő feladataimat. A Berement fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Köszönöm. Isten jelentsége. Arra kérem, és külön kigondolása legyen szíves aláírni. Köszönöm szépen. Igen, mert ez a körben, akkor továbbra is arra kérem, jó. Akkor menjünk tovább. Pénzügyi bizottsági vezetőnek javaslom Kondor Zsoltot. Jó. Megítélésem szerint igen, az SMS-hez tartozik, de hogy a hatoshoz. Legyen hatos, nem? Jó.
legyen ott. Na akkor, akkor neked van egy tájékoztató. Így van. Megválasztásra kerültek a képviselők, a polgármester, az alpolgármester. Ebben az esetben az eddigi jogszabályok a két ciklus ezelőtti a testület hatáskörébe utalták a különböző tisztségviselők javadalmazásának megállapítását. Ez megváltozott. A 2011. évi 189. évi törvény 71. szakaszának ide vonatkozó rendelkezése szerint a lélekszám határozza meg, hogy egy adott településen a polgármester és az alpolgármester milyen javadalmazást kap. Ebben az esetben azt kell mondanom, hogy ezek a számok kőbe vannak vésve, tehát ezek azok a számok, amivel a javadalmazást a hivatalnak majd a különböző tisztségviselők felé bruttóban értendő ezek a számok. Természetesen ki kell majd számfejtenie. Így 2001 és 5000 lakosságszám közötti településen a főállású polgármester javadalmazása 548.400 forint. Ezen kívül, ezen javadalmazáson felül 15%-os úgynevezett költségtérítés is jár a polgármesternek. Ennek az összege szinte 82.260, de most már fölveszem a szemüvegemet. Tehát így mindösszesen a költségtérítéssel együtt a polgármester úr javadalmazása 630.660 forint. Ebben az esetben ezt a testületnek, még hogyha a polgármester szemébe nem is állt be változás, mindig újra és újra meg kell szavazni. Külön fogunk szavazni a polgármester javadalmazásáról, a tájékoztatás után külön az alpolgármesteréről, és külön majd a tisztségviselők, tehát a testületi tagok javadalmazásról a hatályos rendeletünk alapján. Én akkor most arra kérem, hogy ezen összeget, amit az előbb felolvastam és megismétlek, 630.660 forint bruttó, amely magába foglalja a javadalmazást és 15%-os mértékű költségtérítést, testület legyen szíves megszavazni. Aki elfogja, azt nem készletatásra szavazzon. Ha egy. Igen, egy tartózkodott. Köszönöm. Tisztelt alpolgármester asszony, a polgármester ezen illetményének a lakosságszám szintén meghatározó, tehát ugyanígy a 2001-től 5000 főig terjedő lakosságszám alapján kell meghatározni. A társadalom megbízatású alpolgármester tisztelet díja a jelen esetben bruttó 274.200 forint lehet. El kell mondanom, hogy önnek is ugyanúgy jár 15%-os mértékű költségtérítés ezen összeg számítása alapján. Még továbbá azt is el kell mondanom, hogy társadalmi megbízatású polgármesterként joga van ezen összeg vonatkozásában írásban nyilatkozatot tenni, hogy ezt elfogadja, mérsékelten fogadja el, vagy lemond erről. Írásbeli nyilatkozatot szeretnék majd tenni, és a feléről le szeretnék mondani. Ha lehet, akkor célt is megjelölnék. Nem tudom, hogy lehetséges-e. Mit? Célt. Célt, hogy? Kinek a javára mondok. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Hát, vagy egy bizottságnak a költségvetési javára, vagy akárkör. Én gondoltam az IPR bizottságra, de nem tudom, hogy ezt jogszabályra lehet. Tehát elméletileg ezt a bizonyos tiszteletdíjat ön a munkáját kapja. Hát elméletileg erre most nem tudok hirtelen választ adni. Megmondom őszintén, mert ilyen kérdésre még nem találkoztam, de napszabályosan tiszteletben tartom. De írásban akkor nyilatkozom. Írásban erre nyilatkozik, és akkor, én természetesen írásban tájékoztatom önt erről, hogy ez lehetséges-e. Jó. Akkor az írásban nyilatkozatot várom, akkor arra kérem most a testületet e vonatkozásban. Tehát a 271.200 forint. 246.000. Csak megszűnik. Nem. Mert tudtad, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteleti a szentélek alapján megszűnik az 46. Akkor elírás van. Tehát itt az azt jelenti, hogy 274.200 százalék. Jó, rendben. Jó. Tehát akkor azt a szavazást,
De természetesen, hogyha ő így lemond, akkor az 50% a költségkérítésre is kihárul, tehát az is akkor annak a 50%-os mértékét nem tették meg, vagy nem kapod meg, bocsánat. Így világos a tájékoztatás? Jó. Akkor arra kérem tisztelettel a polgármester, szavaztassa meg, hogy ezen összeg 50%-át, mint társadalmi bűnbeazatású, egy sor alatt évettem, önnek van igaza, 246.780 forint lehet. Bocsánatot kérek, így van. Tehát és így a 15%, hogy e vonatkozásban a... Hadd számoljak, 123.000... Hol a 23.000... Igen, fölfelé kell keríteni, 123.400 forint lesz az öntisztelet díja. Erre vonatkozom, kérek szavazást. Aki támogatja, azt kérem készletartáshoz szavazzon. 6 igen. Tartózkodik? Vagy én is szavaztam meg? Nem. Jó, én tartózkodom. Igen. Jó. A következő, amiről, tehát így a képviselőtestület a költségtérítést is 50%-ra mérsékelte. Erről is a szavazást kérném. Aki elfogadja, azt kérem készletartásra szavazzon. Köszönöm. Hat igen, tartózkodott. Egy. Köszönöm. A 2/2017 második és 15-i önkormányzati rendeletünk szabályozza 2017. január 1-től a képviselői tiszteletdíjak mértékét. Ez függ attól, hogy az adott képviselő bizottsági tag vagy elnök. Így a képviselői alapdíj 48.313 forint, amennyiben tagja a bizottságnak, akár több bizottságnak is, mindösszesen 60.375 forint, a bizottsági elnök 72.500 forint per hó, és a bizottsági tag nem képviselő tagja, hiszen külsős is lehet, 21.750. Kérdezném, hogy támogatja ezt a testület. Aki támogatja, az kérem készletartásra szavazzon. Egy hangú. Köszönöm. Akkor fogadjunk. Közszervezeti és működési szabályzat módosítása, előkészítése. És akkor bizottságok megválasztása. Kezdjük a bizottságokkal? Egy rövid tájékoztatást mondanék, és akkor utána jöhetnek a bizottságok. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr! Jogszabályi kötelezettség, hogy a megalakuló ülés követően legkésőbb a következő ülésen az SMS felülvizsgálata megtörténjen. Ebben az esetben akár új SMS is készülhet, vagy a meglévő SMS-t aktualizáljuk. Az SMS vonatkozása természetesen kihat a bizottsági működésekre, hisz az SMS-ben rögzített bizottságok működhetnek a településünkön. Ezért mindenkit kérek, hogy gondolja át és megfelelő módon írásba juttassa el hozzám az esetleges javaslatait, hogy a következő testületi ülésen én ezeket úgymond a testület elé tudjam hozni, hogy ezzel módosíthatjuk az SMS-ünket. Ennyi lenne, és ezért kérem, hogy hatalmazzanak föl, hogy a következő testület ülésre én ezt a módosítást elvégezzem. Jó, aki elfogadja, azt kérem készletartásra szavazzon. Akkor marad a bizottság, igen. Pénzügyi bizottsági vezetőnek javaslom Kondor Zsoltot. Aki támogatja, azt kérem készletartásra szavazzon. Hat igen, tartózkodik. Egy, gratulálok. ITR bizottsági vezetőnek Ferencsik Árpádot javaslom. Aki támogatja, azt kérem készletartásra szavazzon. Hat igen, tartózkodik. Egy. TRB vezetőnek Apó Lászlót javaslom, aki támogatja, azt kérem készletartásra szavazzon. Hat igen, tartózkodik. Egy. Köszönöm. Köszönöm. Hát vehetem azt? Ja, igen. Hát, igen. Neked kell a tájékoztatás megadnod. Köszönöm. Hát akkor elkezdődik egy folyamat, 5 évre kiterjed, mindenki már nagyjából sejti, hogy milyen komoly és sűrű feladataik lesznek. Tehát az a vállalás, amit a tisztelt képviselő, képviselőasszony vállalt, az komoly feladatokat jelent. Jelen kell lenni a testületüléseken, részt kell venni a munkában, elő kell készíteni sokszor módosításokkal, javaslatokkal, bizottsági munkában azt, hogy
ez a település önkormányzatilag időzelve ellátott legyen. Azzal, hogy önök képviselők lettek, innen számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Ez kiterjed saját magukra is, és az önökkel veletek egy háztartásban élő házastárs, élettárs, gyermek vonatkozásában is. Elkülönül a két vagyonnyilatkozat egymástól. Ti, mint képviselők, közszereplők vagytok, a ti vagyonnyilatkozatotokat bárki megnézheti, ellenőrizheti. Viszont a nem közszereplő házastárs, élettárs, gyermekét nem, az csak egy bizottság, ez általában a pénzügyi bizottság, aki kezeli, az kérdezhet, az, aki erre a vonatkozásban bármilyen kérdést feltehet a családtagokra vonatkozóan. Ez nagyon, de nagyon nagy súlyú a tisztesség és a úgymond elszámoltatóság felé tett lépés sorban. Jelzi azt is, hogy milyen következményei vannak, hogyha ez elmarad. Nem járhat el az a képviselő, sem képviselőként, sem javadalmazását nem kaphatja meg, sem megbízatását nem láthatja el, aki ezt nem teljesíti. Mindaddig, amíg ezt nem teljesíti, fel van úgymond függesztve. Továbbá ezt minden év január 1-én, 30 napon belül újra és újra be kell adni. Ezen az első. Második. Van egy úgynevezett összeférhetetlenségi szabályrendszer. Ezen összeférhetetlenségi szabályrendszer kiküldtük a tisztelt képviselőknek, képviselőasszonynak. Ott jelzem, és most nem akarnám ezt a másfél oldalt felsorolni, ha bárki a reál vonatkozó összeférhetetlenséget nem jelzi a testület felé, akkor az a méltánytalanság esetét jelzi, és megszűnik a mandátuma. Tehát arra kérek mindenkit, ha ilyen van, azt kérem, hogy jelezze, és ezen akadályt szüntesse meg. Ennél bővebben ezt nem kell kifejtenem. Következő. Köztartozásmentes adózói adatbázisba felvétel. A kolléganőmtől minden képviselő kap egy adatlapot. Fontos, hogy az adószámát is tüntesse fel erre, mert ez az a terület, aminek úgymond az adatbevitellel erre vonatkozóan mi is tájékoztatást kapunk. Ügyfélkapu. Minden képviselőnek kérem, hogy legyen ügyfélkapuja, mert ezen lehet ezt a bizonyos nyilvántartási bejegyzést elvégezni. Azt kell mondanom, hogy ha valaki nem köztartozásmentes, az megint a méltánytalanság esetét vetik föl. Itt vannak persze kivételek, hiszen bárkinek kellett olyan tartozása. Ebben az esetben, ha jogerősítélet van, akkor részletfizetés kell felmutatni, hogy e körben megegyezés született, vagy hát a legfontosabb és a legjobb, ha te ezt a tartozását kifizeti az illető, és nincs ilyen. De remélem, senkit nem érint, de azért el kellett mondanom tájékoztatásképpen. Van még itt ilyen törzskönyvi nyilvántartás, hogy különböző módosításokat el kell végezni, továbbá, amit majd polgármester úr szerintem meg is ejt egy viszont gazdasági program. Úgy érzem, hogy egy csomó olyan dolog van, ha valaki közhiteles személyként elvállal egy ilyen testületben munkát, akkor természetes, hogy vele szemben van egy úgynevezett összeférhetetlenségi, méltányossági elvárás. Ezeket próbáltam felvázolni, és ezek lesznek azok, amiket ellenőriznem kell, és kérem, hogy ezek mindenkinél nem most folyamatában legyenek rendben. Utolsóként még azt tájékoztatásul elmondom, hogy a választás követő 3 hónapon belül, nemzetiségi önkormányzatoknál 6 hónapon belül egy képzési rendszeren keresztül, és mindenki, aki már volt, újból el kell menjen, egy képzési rendszeren keresztül a járási központba tájékoztatást, képzést kapnak a tisztelt képviselők, hogy ez az munka, amit most elvállaltak, konkrétabban hogyan, miként értendő. Ha sikerül ezt a rendszert addig kiépíteni, lehet, hogy e-learningen keresztül történik a képzés, és az ezzel kapcsolatos különböző tesztek kitöltése az a legegyszerűbb, hiszen akkor mindenki a saját otthonába ezt elvégezheti, de ez kötelező. Erre készüljenek fel, készüljetek fel. Ennyi lenne a tájékoztatásom, ha bárkinek egy kérdése van, természetesen nagyon szívesen elmondom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Na, most körülsértünk akkor.
Igen. Akkor szeretném megköszönni mindenkinek a jelölétet, eljöttet, és túlestünk az alakulésen. Én úgy gondolom, hogy lesz egy csomó, hiszen ma már küldtem ki e-maileket, tehát, és még fog szaporodni ez péntek felé, tehát addigra lesz még egy vizsgálat, akkor fog még jön, és utána mindenképpen lesz egy azonnali rendkívüli testületi, mert itt lépnünk el a bölcsődényekkel kapcsolatban. Ezért küldtem ki ma, és ezek a legkisebbek. Tehát akkor, amikor meg lesz csütörtök péntek környékén, akkor utána mindenképpen le fog telefonálni, és akkor összekerülnek, és pontot kell rakni ezeknek a problémáknak a végére. Én gondolom. Akkor mindenkinek további szép estét. Én még egyszer. Nagyon jó munkát. Békés korszakot kívánok Beremennek és ennek a képviselőtestületnek. És hadd jelezzem azt, hogy ez a munka előttünk van, nekünk kell elvégezni, senki más nem végzi el. Sok sikert, jó egészséget az ötédre mindenkinek. Akkor köszönöm.